reggeli személy. A reggeli személy, Hely Péter közgazdász, DKEP küldöttségének szakpolitikai igazgatója. Ez mit jelent egyébként? Mit csinál a szakpolitikai igazgató az ön? UFO. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Valójában azt jelenti, hogy a mi négy európai képviselőnk mögött van egy szakmai csapat tanácsadókból, akik feldolgozzuk és értékeljük az előterjesztéseket, és próbáljuk kialakítani a kis képviselőcsoportunknak az álláspontját. Én ezt a csapatot koordinálom, vezetem. Ez az én munkám. Arról beszéltünk így a beszélgetés előtt, amit mármint önök is hallanak, hogy a döntéshozata, az Európai Unió döntéshozata egy folyamata igazából, ami nem biztos, hogy teljesen világos az emberek előtt, illetve ennek a sebessége, hogy a másik pedig, ami szuverenitás, amiről beszéltünk, de a kettő talán össze is függ egy picit. Hogy működik egy döntés? Tehát mondjuk, hogy mindegy, a Piréz államfő bedobja, hogy azt szeretné, hogyha nem tudom, mi lenne, mármint az egész unió területén, hogy jut el ez odáig, hogy ebből születik valami döntés? Hát először születnie kell egy javaslatnak, és ezt a javaslatot ugye az Európai Bizottság, az Európai Kormány terjeszti be. A szerződések szerint csak ők terjeszthetik be, mert ők azok, ugye, akik semlegesek, akik egyik országnak sincsenek elkötelezve. És utána erről a javaslatról két döntéshozó szervnek kell megállapodnia, a parlamentnek és a tanácsnak. A beterjesztés tényéről, magáról, hogy dönt tehát hogy egyetem beterjesztik-e ezt a javaslatot? Bizottság dönt. Azt ők erről is döntik. Természetesen azzal, hogy a bizottság felelős a tanácsnak is, meg a parlamentnek is. Nyilván, hogyha a bizottság hosszú időn keresztül nem foglalkozik valamivel, akkor befűt neki az állam és kormányfőknek a testülete is, meg az Európai Parlament is. Tehát ez egy klasszikus demokratikus játszma. Ugye az bonyolítja meg a dolgokat, hogy itt egyszerre két spektrummal is foglalkozni kell. Az egyik a baloldaltól a jobb oldalig terjedő pártpolitikai spektrum, a másik pedig a 27 tagállam. Kétkamarás parlament. Gyakorlatilag egy kétkamarás parlamenti rendszerben vagyunk. Ugye ez nagyon fontos érteni a vasárnapi választások kapcsán is, hogy itt van olyan pártvezető, aki azt mondja, hogy hát ez az Európai Parlament, ez nem is lényeges, mert ez csak egy tanácsadó szerv. Nem, macskát. Az Európai Parlament nélkül Európában nem lehet jogszabályról dönteni. Tehát igenis nagyon fontos, hogy a parlament mit csinál, és hogy mit választunk vasárnap. Amennyiben erre a javaslatra azt mondja a parlament, első körben hozzájuk kerül. Egyszerre kerül a tanácshoz és a parlamenthez. Mind a két társaság elkezd egyeztetni, általában különböző sebességgel. Jellemzően a parlament hamarabb készen van, a maga álláspontjával utána a tanács is kialakít egy álláspontot, és utána akkor leülnek hárman, ezt hívják trilógusnak, a bizottság, a parlament és a tanács, és megpróbálnak megegyezni. Hogy ül le? A parlament hogy ül le? Úgyhogy kinevezik azokat a tárgyalókat, akik a frakciók nevében, a parlamenti szakbizottság nevében a parlament álláspontját képviselve tárgyalnak a tanáccsal és a bizottsággal. Hogy viszonyul egymáshoz a tanács és a parlament ebben az esetben, amikor már hárman ülnek? Egyenrangúak. Akkor hogy születik döntés? Úgyhogy mind a hárman szavaznak, és ugye kettő egy a legrosszabb esetben a szavazás arány? Mindegyik testületnek megvan a maga szavazási rendje. Ugye a bizottság úgy működik, mint egy rendes kormány. A parlamentben többségi elv van. A tanácsnál, tehát a tagállamoknak a döntéshozó szervében, ott az esetek döntő többségében többségi döntés születik, de néhány kiemelt területen kell az egyhangúság, és hát akkor ilyenkor jön a magyar miniszterelnök, és tönkreteszi, ami előtte. Dehogy, hát ő védi egyet, hát nem, hát ez mindenki félreérti. Ő az egyetlen békepárti miniszterelnök most jelenleg az Európai Unióban, arra vár, hogy hát, ha lesznek még ilyenek. Hát gyakorlatilag látom, hogy tartja azt a kaput, ami mögött az atomháború tombol, és hogyha ő eláll onnan, akkor ez kinyílik, és üvegsivatagá változunk mindannyian. Majd mutatom az itt mai illusztrációmat, a kedvencemet. Na de, hogy a viccet félretéve, igen, tehát például ez a vétójog, ez most felmerült, hogy talán nem volt olyan jó ötlet. Miből indultak ki az első alkalommal, amikor azt gondolták, hogy ez jó ötlet lesz, hogy akár egy állam is megvétózhatja? Ugye 70 évvel ezelőtti eseményekről beszélünk, és innentől fogva érthető is, hogy mi a probléma. 70 évvel ezelőtt, amikor 6 ország ült le, akkor, és 6 ország döntött arról, hogy jó, akkor mostantól
fontos ügyeinket intézzük együtt, és ezeknek az ügyeknek a kezelését bízzuk egy valamennyiünk fölött álló szervezetre, akkor úgy a Montan Unióra, aztán később az Európai Gazdasági Közösségre. Mindenkinek volt igénye arra, hogy egy darabig maradjon meg a vészfék. Uh-huh. És ugye volt egy alapvető megállapodás 1957-ben, amikor a római szerződéseket aláírták, hogy ez az időszak, ez olyan 10 évig fog tartani. Uh-huh. És aztán 1966 környékén, amikor ez a 10 éves időszak lejárt volna, akkor akadt egy kerékkötő, akit úgy hívtak, hogy Charles de Gaulle, a francia elnök, uh-huh. aki ugye a Nemzetek Európája koncepciónak a szülőatya, ha úgy tetszik, és ő azt mondta, hogy na ez így azért mégsem lesz jó. És akkor ebből lett egy nagy politikai krízis, és annak a politikai krízisnek a következménye lett az, hogy az eredeti tervekkel ellentétben akkor még nem törölték el a vétót teljesen, hanem meghagyták bizonyos területeken. Illetve amikor később tovább építették az Uniót a 80-as években, a Maastrichti szerződés előtt, uh-huh. és bevonták a belügyeket és a külügyeket, akkor ezen a két területen is olyan döntéshozatalban állapodtak meg, ami általában egyhangú volt. És hát az Unió az folyamatosan halad előre ebben az utóbbi 70 évben az egyre szorosabb közösség, az Ever Closer Union felé, ami egy híres mondat az alapító uh-huh. szerződésekből, egyrészt kibővül és eléri a politikának minden területét, másrészt pedig mélyül, azaz minden területen egyre nagyobb teret kap a többségi döntéshozatal, és egyre kevesebb az egyhangú döntés. Ám amikor úgy döntöttek, hogy felveszik a volt kelet-európai államokat, vagy a Varsói szerződés, vagy a KGST volt államait, akkor azért volt egy pillanat, amikor el kellett maga gondolkodni ezen a lehetőséggel, és azért tudták, hogy egy nagyon furcsa válogatott fog érkezni. Most úgy tűnik, mintha normálisak lennének, de ki tudja, mi lesz ott, mert hát azért csináltak már furcsa dolgokat, azért azt elmulasztották ott, hogy ezt azért rendbe tegyék. Hát egyrészt észrevették, rendbe tették. A döntéshozatal kapcsán ugye a nizzai szerződés a korábbi többségi elvet úgy alakította át, hogy az most már a unió méretétől és a taglétszámtól függetlenül működőképes. Tehát elvben ez a képlet, amiben most kiszámolják, hogy mit jelent a többség, ez működik 27 állammal, meg 35-tel is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem kell foglalkoznunk a döntéshozatallal, épp ellenkezőleg a küszöbön álló bővítés, ami ugye a Balkánt, meg Ukrajnát, Moldovát, és a szerencsénk van előbb-utóbb Grúziát, meg talán Örményországot érinthetné. Ez újra arra fog minket kényszeríteni, hogy nézzünk szembe azzal, hogy mit is akarunk egymástól, és hogyan akarjuk. De a lényeg az, hogy a döntéshozatali részét azt rendbe rakták. A másik, hogy arról is döntött az Unió, és ez is egy olyan döntés, ami a mai napig érvényes, hogy meghatározta nagyon pontosan, és szerintem nagyon jól, hogy mik azok a feltételek, amelyek alapján csatlakozni lehet az Unióhoz. És ugye ezek a koppenhágai kritériumok, a jogállam, a piacgazdaság és annak a képessége, hogy az ember a nyílt versenyben a belső piacon meg tudjon állni. Egyetlen probléma van, azzal nem számolt senki, hogy lesznek olyan kormányok, amelyek ezt az egész konszenzust úgy, ahogy van, felmondják, akkor, amikor már bent vannak. Ha ezt valaki az ajtó előtt játssza el, akkor nagyon egyszerűen nem vesszük föl. Az sem olyan egyszerű, annak is vannak következményei, de akkor lehet védekezni. De amikor ezt valaki bent kezdi el játszani, akkor bizony kiderült az utóbbi években, hogy az uniónak az önvédelmi mechanizmusai gyengék. És a következő néhány esztendőben, már egyébként zárójel erről szól a jogállami mechanizmus is egyébként, a következő néhány esztendőben az uniónak ezzel valamit kezdenie kell. Mert ha nem rak itt rendet, akkor saját magát halálra ítéli. Igazából teljesen logikusnak tűnik egyébként ez a minél szorosabb együttműködés. Nem kell ijeszgetni az emberek az Európai Egyesült Államokkal, mert attól néha frászt kapnak, pedig ez a logikus következménye a történetek. Jaj, mi lesz a kultúránkkal, jaj, mi lesz a nyelvünkkel, jaj, tudjuk-e majd hol lakott Radnóti Miklós, vagy Vörös Marti Mihály, az egyik tudja a másikról, de nem tudom, a másik tudta az egyikről. De hogy a lényeg, hogy ugye tényleg két uniót láttunk magunk előtt. Az egyik volt a Szovjetunió, ott nagyjából, hogy is mondjam, más volt az alapelv, úgy tűnt így kívülállóként, hogy nem kifejezetten egyfajta demokratikus folyamat lévén jött létre. És az Egyesült Államok, amit látunk, ahol viszont hasonló
hasonló problémák merülhettek fel, gondolom, eleinte, de úgy tűnik számomra, hogy egyrészt elég jól sikerült megoldani, másrészt pedig, és ott jól tetten érhető a szuverenitásnak a megőrzése. Tehát a tagállamokat, ha nézzük, ha a ottani döntéshozási folyamatokat nézzük, hogy a szövetségi ügyeket nézzük, az egyébként állami ügyeket nézzük, ott elég jól sikerült szétszálazni ezeket mi az, amit muszáj együtt csinálunk, és mi az, amit lehet külön-külön dolgokat. Tehát ez így, mintha elég jól működne. Igen. Na most egyrészt ez az Európai Egyesült Államok dolog. Van, akinek ijesztő, van, akinek nem. És azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként a föderalizmus, a föderáció, ami ugye az USA is föderáció, Németország, Ausztria is föderáció, és én azt merem mondani, hogy az Európai Unió is most már nagyon közel van egy föderációhoz. A föderáció és az Európai Egyesült Államok az gyakorlatilag ugyanazt jelenti. És amit a magyar polgárok valószínűleg nagy többségükben nem tudnak, Európában a szélső baloldaltól a liberális frakcióig bezárólag a föderáció az program. Ezt egyáltalán nem csak a baloldal, egyáltalán nem csak a demokratikus koalíció mondja így, hanem az összes szociáldemokrata párt, és tudom, hogy ezt nem minden magyar liberális politikus tudja, de egyébként a megújuló Európa nevezetű liberális frakció is. A kereszténydemokraták pedig kezdettől fogva szintén Európa pártiak, tehát az Európai Uniónak az alapító atyái között dominánsan ott vannak. Tehát ki az, aki a Európai Föderáció, illetve az egyre szorosabb együttműködés ellen van? A szélső balnak az a része, amit az oroszok finanszíroznak, és a szélső jobb úgy általában, amit egyébként nagyrészt szintén az oroszok finanszíroznak. Szóval van az egésznek most már, pláne ha az ember nézi az internetet, a ott zajló őrületet, az Instagramot vagy a Facebookot, tényleg lehet látni, hogy a föderáció az a mainstream pártok, tehát a fősodratú európai politikában egy egyre kevésbé megkérdőjeleződő dolog, és azok, akik ez ellen beszélnek, azok vagy kő alatt élnek, vagy pedig tényleg valamilyen külső érdeknek a támogatását. A kérdés az, hogy fennmaradnak ezek az arányok. Mert most azt mondhatjuk, hogy hát igen, a szél az hát ilyen furcsa dolgokat képzel az egész világról, de hál' Istennek a nagy, és ezért van az, hogy ugye tudjuk, hogy az Európai Néppárt, az hát az kommunisták. Hát kiderült róluk, hogy komcsik. Ezt értette ezek alatt, gondolom Orbán a kommunistázás alatt, hogy hát igen, hisznek, Európában együtt akarnak működni, elfogadják az értékrendjét, hát mik más lennének, mint kommunisták, de hogy hát a világban azért elég furcsa folyamatokat látunk ezzel kapcsolatban. Abszolút reális veszélyek fenyegetik az Európai Uniónak a működőképességét is. Tehát az, hogy a mainstream egyetért, az, hogy ezen a választáson is egészen biztos, hogy a fősodrotú pártok 70-75% körüli többséget fognak együtt szerezni, és ezek a pártok egymással tudnak együttműködni értelmesen minden kérdésben, de ettől még a széleken megjelenhetnek olyan pártok, vagy olyan politikusok, amelyeket, hogy az ember egy ideig legyint rájuk, hagyja őket beszélni, aztán hirtelen történik valami katasztrofális esemény. Ugye ez volt Nigel Farage, a UKIP és a Brexitnek az esete. A britek pillanatok alatt rájöttek, hogy ezt elszúrták. A mostani közvéleménykutatásokból világosan látszik, hogy tudják, hogy nem lett volna szabad kilépni. A gazdasági mutatók is egyértelműen mutatják, hogy Anglia elindult a lejtőn. A július 4-én esedékes választásokon a 15 éve kormányzótólig akkora maflást fognak kapni, amilyen nagyon rég történt. De hát szegény britek most kin vannak, és egy darabig most még nézegetniük kell azt a katasztrófát, azt a vonatbalesetet, amit előidéztek. Egyszerűen elképzelhetetlenek tartották. El sem mentek szavazni a fiatalok, mert hogy el sem volt a fejükben, hogy ez megtörténhet. Ugye Cassandra története az mindenkinek megvan. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az igazság az kellemetlen, az igazság az nehéz, vagy egyszerűen félelmetes, mert a változás szelét hozza, és az emberek, ha bizonytalanok a saját környezetükben, a saját jövőjüket illetően, akkor szeretnének megkapaszkodni és a saját kertjükben biztonságban lenni. Na most sajnos ez most egy olyan világ, ahol ez rettenetesen nehéz,
és bizony ezért nagyon fontos lenne egyébként, hogy tényleg tartalmi vitákat folytassunk egymással, például arról, hogy Európa hogyan lehetne jobb, nem pedig arról, hogy hogyan kell Európából kimaradni, vagy hogyan kell legyőzni a hétfejű Brüsszelt. Hát dehogy, na, azt hallom mindenhol, hogy hát vissza kell téríteni, meg kell javítani az Európai Uniót, hát, és mert semmi más célja nincs a Fidesznek, mint jelenleg, hogy végre visszaterelni a rendes útra, a keresztény demokrácia útjára. Mindenki azt gondolja magáról, és még néha el is hiszem, tehát némelyikükről el is hiszem, hogy azt gondolják, hogy ők megjavítani akarják az Európai Uniót. Ugye tényleg az a helyzet most az előttünk lévő választáson, hogy alapvetően Európával kapcsolatban két narratíva van. Az egyik, ez a Nemzetek Európája koncepció, ezt mondja a Fidesz, ennek egy durvább verzióját mondja a szélsőjobb, és egyébként ezt mondja Magyar Péternek a pártja is. Magyar Pétertől rengeteg idézet van, kétségbe vonja, hogy az európai egység úgy általában létezne. Ő azt gondolja, hogy ez csak egy gazdasági szövetség. Ő azt gondolja, hogy az európai démosz, az európai népek politikai közössége az nem létezik, hogy a Brüsszelnek nem dolga, hogy beleszóljon a magyar alkotmányosságba, hogy a jogállami eljárás az alapvetően árt az országnak, hogy a Sargentini jelentésnek, amiben felsorolták, hogy mi minden baj van Magyarországon, ugye 28 pontból 24, ahogy ő mondta, a bullshit. Ez a jobboldali narratíva. Ennek a javaslata, a jövőképe az lenne, hogy Magyarország kizárólag csak abban működik Európával együtt, amiben nagyon muszáj, értsd, elkéri a pénzt, és aztán csinál vele, amit akar, mert ez nekünk jár. Uh-huh. Európa meg hagyjon minket békén. Ez egy jó gondolat, tehát, hogy ha mégis, hogyha kellően önző lennék, hogy ilyen szatós logikába gondolkoznék, ez valóban tetszetős dolog. Adják ide a pénzt, és kussoljanak. Ez egy vonzó, sokak számára vonzó javaslat, és ugye erről szól az a klasszikus mondás, hogy minden bonyolult problémának van egy olyan megoldása, ami világos, egyszerű és rossz. Uh-huh. És ez az. Ez egy világos, egyszerű, jó, rossz nyilván, megoldás. Ó, de hát azt is kijelentették, és most tényleg akarok politizálni, mert menjünk inkább vissza majd arra a kérdésre, hogy mit tud ránk kényszeríteni az EU. A gondolat másik fele, ja. És megpróbálom elmondani. Tehát a Európa párti ajánlat az pedig az, hogy ha körülnézünk a világban, akkor van egy nagyon durva biztonságpolitikai fenyegetés, van egy nagyon durva gazdasági fenyegetés, ugye Oroszország, Kína, van egy nagyon komoly környezeti válság, van egy technológiai kihívás, az AI, a digitalizáció, az internet, aminek nem vagyunk az urai, és mindennek vannak súlyos társadalmi következményei. Ugye ez az, amit úgy szoktunk apostrofálni, hogy az emberek mindennapjaiban következmények. Ugye említettem az előzetes beszélgetésünkben, ugye a francia a szocialista pártnak van egy nagyon jó észrevétele, miszerint a világ vége és a hónap vége az alapvetően ugyanaz a probléma. Na most a progresszív, ha úgy tetszik, baloldali, liberális ajánlat Európában az, hogy ezek mind olyan problémák, amiket egyetlen ország sem tud egyedül megoldani. A németek sem, a franciák sem, lásd Brexit, az angolok sem. Az egyetlen megoldás Európának az egyetlen esélye, hogyha végre összefogunk. És ez az összefogás, ez amióta Európa létezik, tudjuk, hogy csak úgy működik, hogyha egyre több dolgot csinálunk együtt. És a szuverenitási vitában az a nagy tévedés vagy félrevezetés, hogy Magyarország szuverenitását nem az erősíti meg, hogy azt csináljuk, amit mi akarunk, hanem az, hogy a szuverenitásunkat letesszük egy asztalra a többiekkel, mert együtt Magyarország, ha beleszólhat abba, hogy Európa mit csinál, esélye van arra, hogy arra irányítsa az egész világot akár, amit jónak gondol. Együtt Európa erős. Ha szétesünk tagországokra, mindenkinek a szuverenitásra el fog olvadni. Hanem pont, hogy azért az egy elég erős státusz, hogy
ami jó Európai Unióból, azt megkapjuk, vagy követeljük, vagy jár nekünk, de jóba vagyunk azokkal a egyébként diktatúrákkal, amelyektől egész más előnyöket remélhetünk. Hát mi hátunkat is védik, elejünket is védik, hát nem klassz, senki se bánt minket. Mondok egy példát, ugye a jogállam. A jogállamot azt általában a magyar jobboldal a szélsőjobbtól Magyar Péterig úgy gondolja, hogy Brüsszelnek, Európának nincs joga beleszólni abba, hogy hogyan működnek a magyar bíróságok. Igen ám, de azt is olvassuk az újságban, hogy a mostani kormány évek óta azon mesterkedik, azzal foglalkozik, hogy különféle maffia módszerekkel, ugye Magyar Bálint erről írt egy nagyon híres könyvet, különböző maffia módszerekkel megpróbálják rávenni a építőipari cégeket, a Spárt, a kiskereskedelmi vállalatokat, hogy speciális törvénykezéssel, vagy egyszerűen speciális adókkal beleszorítják őket a veszteségbe, és utána akkor tesznek egy visszautasíthatatlan ajánlatot, hogy adjátok oda nekünk a tulajdonatokat. Na most az, hogy egy magyar bíróság ezt meg tudja állítani, az nem magyar belügy. Az mindenkinek az ügye, aki Magyarországon élni, gazdálkodni akar. Az, hogy Magyarország üzletelhessen Európával és a világgal, és vigyázat, a ipari termékeinknek a 80%-a Európába megy. Tehát, hogy egyáltalán szóba álljanak velünk, annak feltétele, hogy nekünk is meg kell nyitni a piacainkat. És amit a szuverenisták nem mondanak el, vagy átsiklanak felette, vagy eltagadnak rossz esetben, az az, hogy ez a fajta gazdasági együttműködés Európában, ez nem egy zéró összegű játék. Ez nem úgy néz ki, hogyha Magyarország jól jár, az csak akkor megy, hogyha a németeknek rossz. Hanem azáltal olyan üzleteket kell kötni, és így működik az Unió is, hogyha valamit együtt csinálunk, az neked is jó, meg nekem is jó. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell megcsinálnunk olyan dolgokat, amit adott esetben nem szeretnénk. De ha meglépjük ezeket a dolgokat, akkor összességében mi is jobban fogunk járni. A mi is alatt. Magyarország. Hát ez az. Tehát, hogy, és lehet, hogy konkrétan országunk vezetői nem. Hát ez tényleg nagyon messze vezet. Igen, szóval az előbb beszéltünk arról, hogy Európát fenyegetik veszélyek, a demokráciát is fenyegetik veszélyek, nem csak Európában egyébként. Én is egy olyan időszakban nőttem fel, amikor Fukuyamát olvastunk, és azt gondoltuk, hogy most, hogy a Kánaán. Így van, hogy a keleti diktatúrák összeomlanak, és most akkor mindenki rátalál a demokráciára, és tényleg nincs más előttünk, mint a korlátlan gazdasági fejlődés. Ez nem jött be sajnos, az a narratíva igaz, hogy a szabadságért minden generációnak meg kell küzdeni, és a legrosszabb hír pedig az, hogy ez a harc, ez egyáltalán nem egyszerű. Nem elég hinni benne, meg akarni, hanem meg kell tudni magyarázni az embereknek, hogy ez miért jó nekik. És az Európai Unió sem élhet meg abból, hogy lobogtatja a csillagos zászlót, meg játssza az örömódát, hanem meg kell az embereknek naponta mutatni, hogy miért jó neked Európa. És ha van egy igazán nagy baj Magyarországnak a belpolitikai állapotaival, az az, hogy sem a politikában, sem a sajtóban, sem a nyilvánosságban nem arról beszélünk, ami a világban történik. Nincsenek már szakmai vitáink. A kihívásokat nem fordítjuk le politikai megoldásokra, nincs ezek között a megoldások között verseny, és már egészen el is szoktunk attól, hogy ez nekünk hiányozzon. Ehelyett közvéleménykutatásokat nézünk, és milyen rossz sportfogadási logikával próbáljuk eltalálni, hogy akkor mi fog történni a következő hétben, de hogy miért történik, és hogy milyennek a következménye az emberek mindennapjaira, erről sajnos nagyon keveset beszélünk, és nagyon keveset beszélünk politikusokkal erről. És ez egy réteg probléma, hogy aki végig tudja gondolni, hogy minek mi a következménye, az már egy olyan kis csoportba találja magát, ahol már mindenki névről ismerje másikat. Ezt hívják értelmiségnek. Na most igen, ugye, hát na az. És azt kell mondjam, és magamat is abszolút beleértem, mert ugye nekem is megvolt az a szerencsém, hogy tanulhattam, de az én szintén ifjúkori egyik alapélményem az volt, tanáraimtól én azt tanultam a gimnáziumban, hogy az értelmiség az nem azt jelenti, hogy az embernek hány diplomája van, hanem az értelmiség azt jelenti, hogy az ember felelősséget érez a saját országa iránt, és hogy minden szavával és döntésével
próbálja a közösséget valamerre előrefele vinni. Na most azóta nagyon sok csábítás jelent meg a világban, hogy mi minden mással tud az értelmiség foglalkozni. A kritikai gondolkodás, mint olyan, nincs túl hangsúlyozva most így a legutóbbi fejlemények során kialakított legutóbbi felsőoktatási intézményekben, legalábbis nem, erről nem hallottam, de hogy igazából, ha belegondolunk, tehát a szabadság, mint lehetőség néha felmerült a magyar történelemben, de azt hiszem Popper Péter mondta, és ez gyönyörű volt, hogy vannak szabad nemzetek, és vannak szabadságszerető nemzetek, és mi szabadságszerető nemzet vagyunk, mert nem voltunk szabadok soha. És arra jöttünk rá, most legutóbb Orbán kormány, vagy az első, második Orbán kormány létrejöttekor, de korábban is többször rájöttünk, hogy számtalan előnyünk származik, ha feladjuk a szabadságunkat. Uh-huh. Mert cserébe kapunk homokszínű Wartburgot, meg Telket, meg teljesen jó, és nem kell döntenünk, mert az a legrosszabb, a legveszélyesebb és a legijesztőbb dönteni. Így van, a döntés ugyanis kockázatos. És az élet is nagyon kockázatos. Hát ugye erről szólna az európai modell, mert el is beszélgettünk, hogy mi lehet Európának az előnye a mai világban. Ugye az európai modell az egy nagyon erős jóléti államról szól. Az arról szól, hogy nálunk igenis van kötelező ingyenes oktatás, egyetemet is beleértve, nálunk van ingyenes egészségügy, nálunk van munkanélküliség elleni védelem, nálunk van állami nyugdíj, nálunk vannak szakszervezetek, és vannak munkavállalói jogok, nagyon erős fogyasztóvédelem, környezetvédelem. Ezek általában baloldali progresszív dolgok, és ezeknek a dolgoknak a súlya Európában sokkal nagyobb, mint Amerikában, no de pláne Kínához képest, meg Ázsiához képest, ahol semmi ilyesmi nem létezik. És amikor mi európai fejlődési modellről beszélünk, vagy ugye volt egy ilyen biztos is a Magritis Kínász a előző, most leköszönő Európai Bizottságban, akinek a egyik feladat az európai modellnek, az európai életmódnak a vélelme. Ezt lehet úgy értelmezni, hogy ez egy a szélső jobbnak tett engedmény, mert ugye ez arról szól, hogy mindenki legyen csak szép, fehér és keresztény, és esetleg protestáns, de más ne. Pedig valójában nem erről van szó, mert az európai modell az igenis, az egy jó léti állam, a szociális védelemnek, az emberhez méltó életnek a modellje. És most ebben a helyzetben, amiben vagyunk, újra és újra döntést kell hoznunk arról, hogy ezt a modellt kidobjuk az ablakon, vagy pedig megpróbáljuk hozzáigazítani ahhoz a világhoz, amely felé megyünk. Megint jobb és baloldal, itt van egy nagyon világos, nagyon fontos választás, amiről nem beszélünk, mert egész másra tudjuk. Mi félázsiaiak vagyunk, ugye ezt megtudtuk, és csak az erőből értünk, és ezzel kapcsolatban viszont egyértelműen fölmerült, azt hiszem kimondva is már, hogy már pedig a kollektív jogok, a nemzeti jogok, felül kell, hogy írják az egyéni szabadságjogokat, lásd Kína, ugye, ahol ez természetes és abszolút bekódolt, nem nagyon merül fel az egyéni szabadságok kérdése, kivéve ha valaki Amerikába járt egyetemre, és hogy ez azt bizonyos helyzetekben azt gondolom, hogy igen, ez is egy működőképes modell lehet. Tehát az egyéni szabadságok nem zár, korlátozással nem zárja ki a jóléti állam létét még magában. Hát én azt hiszem, hogy azért egy olyan országban, ahol nincsen demokrácia, ott nem valószínű, hogy a többségnek az igényei fognak győzni. Tehát a jóléti államnak a léte vagy nem léte, az végső soron egy elosztási kérdés, az arról szól, hogy a megtermelt jövedelemnek a nagy része az keveseknek a zsebében landol, akiké a politikai hatalom, vagy pedig szétosztjuk sokak között. És egyébként, ha az ember lemegy a Balkánra, meg elmegy utána a Nyugat-Európába, akkor egyébként azt látja, hogy a legoljabb Ferrarik azok Albániában is megtalálhatók, csak egyébként a környezet az egy kicsit kevésbé fejlett, meg kevésbé tiszták az utcák, meg csúnyák a házak. Ilyenkor hozzak elő mindig Szingapúrt. Igen. Na most Szingapúrnak is vannak, vagy voltak olyan részei, sajnos nem jártam még arra, de tudom, hogy ott is vannak azért szlámok. Szóval az a lényeg, hogy sok embertől elvenni nem olyan nagyon sokat, és utána odaadni keveseknek, abból tényleg nagyon jól lehet élni, és abból fel lehet építeni gyönyörű, csillogó birodalmi fővárosokat, meg lehet Mercedes-t adni a miniszterelnök feneke alá, meg tényleg lehet gyönyörű ünnepségeket tartani lezárt európai pénzből felépített
műpaloták között, tehát jól ki lehet, meg lehet rendezni a Forma 1-et Bahrainban például, de ettől még az embereknek nem lesz jó, és sajnos 10 millió embernek emberhez méltó életet adni, ez egy nagyon nehéz feladat, és bizony ott van a trade-off, hogy a gazdaságban hagyom a pénzt, és úgymond akkor növekedjünk végtelenségig, vagy pedig fékezem adott esetben a gazdasági növekedés cserébe azért, hogy mindenki velünk tudjon jönni. Ugye ez 90-es években, 2000-es években ez egy abszolút létező politikai vita volt Magyarországon, 2010 óta ilyen megint nincs. És Európában ez a vita megy, és mi pedig ebből teljesen kimaradunk. Mindenből. De az fontos lenne, hogy az egyéni szabadságok háttérbe szorulása automatikusan diktatúrát jelent? Automatikusan egyfajta oligarchikus rendszert jelent? Nem létezhet egy olyan formája ennek, amikor az elosztás attól még abszolút igazságos és abszolút a jóléti ellenfelé megy? Hát nem vagyok politológus. Nem, csak fölmerült ezzel kapcsolatban kérdés. Meg szociológus sem, tehát elnézést kérek mindazoktól, akik értenek ehhez, és akik olvasták a megfelelő irodalmat is, de mondjuk az én kis saját élettapasztalatomból nekem az jut eszembe, hogy természetesen vannak olyan közösségek itt a közelünkben is, mondjuk Svájc, vagy Ausztria, vagy általában jómódú, mondjuk hegyek között élő népeknél ez nagyon, nagyon könnyen össze tud jönni, és ez most nem sztereotípia, hanem azt gondolom, ennek megvannak a maga gyökerei. Az erős, jómódú közösségekben az összetartás az nagyon erős lehet, pozitív is lehet, és egyébként a külvilággal szemben egy ilyen defenzív vagy elutasító reflexet is megalapozhat. Bár, de Magyarországból egy dolog hiányzik ahhoz, nem csak a jólét, hogy ez így legyen, hanem már bocsánat, de a nemzeti egyetértés. Én azt gondolom személyesen, hogy 2004 az európai csatlakozás óta Magyarországon egyetlen olyan ügy sem volt, amire valóban azt lehet mondani, hogy ez egy nemzeti ügy, hogy emögé mindenki odaállt, és ebben mindenki egyetértett. És egyébként megint azt kell, hogy mondjam, hogy azért nincsenek ilyen ügyek, mert teljesen elfelejtettünk egymással beszélni. Teljesen elfelejtettük a politikai ellenfelet respektussal kezelni, és ehelyett csak azzal foglalkozunk, hogy kit hibáztassunk mindenért. De jó, de régebben voltak ilyenek? Tehát ez az érdekes, hogy tehát mintha, ugye elmondták azt, nem is tudom már ki, egy kedves humorista, de 56-os disszidens Svájcba érkezve, hogy miért oda megy, és azt mondta, hogy olyan országba akarok élni, ami már készen van. Mert hogy Magyarország olyan ország, ami soha nem lesz kész. És mi ez, egy adottság, vagy egy az ivóvízben van valamit? Mert itt azért a nemzeti ügyek, mint olyanok, viszonylag ritkán kerültek elő. Szóval egyfelől Ha mondjuk megnézzük, ami Amerikában, az Amerikai Egyesült Államokban történt az elmúlt 10 évben mondjuk, az, hogy Donald Trump nyerhetett, illetve az, hogy Donald Trump utána elvesztette a hatalmát, és megint most ugye jön a szappanoper, a harmadik felvonás visszajöhet-e. Ez arról szól, hogy ez a fajta érettek vagyunk-e a demokráciára, működhet-e a demokrácia, ez még Amerikában sem eldöntött tény, pedig ha van ország a világon, ahol a demokrácia mindenkinek a vérében kéne, hogy legyen, a neveltetése kapcsán, akkor az Amerika. Látjuk, hogy Európában is gazdag, boldog nemzetek belpolitikájában születnek egészen döbbenetes eredmények. Még Németországban is, akik a lehető legélőbben emlékeznek a saját történelmükre és a mi közös európai történelmünkre, még ott is el tudott érni bizonyos helyeken legalábbis messze 20% fölötti eredményeket egy gyakorlatilag fasiszta párt. De érthető okokból egyébként. Ott legalább mindent volt, meg lehet érteni. Hollandiában nem Igen. volt. Engem az ijesztett meg, Hollandia. Igen. Szóval a lényeg az, hogy tényleg nem játék a helyzet abból a szempontból, hogy nagyon feszítő kérdésekkel kell szembenéznünk, és ezeknek van valós kockázata az egyéni emberek életét, illetően a jólétét, illetően és az egész nemzetekre is. Na most itt jön az be, hogy egy ország rendelkezik-e azokkal a alapvető demokratikus készségekkel, meg intézményrendszerekkel, ami ezeket a vitákat tudja úgy kanalizálni, hogy értelmes megoldás szülessen. És Magyarországon nincs már meg ennek a vitának szinte egyik feltétele sem. Van egy viszonylag szűk
értelmiségi politikai réteg, amely próbál ezekkel a problémákkal valamit kezdeni, de azokat a transzmissziós szíjakat, amivel ebből közéletet lehetne generálni, azokat a Orbán kormány az elmúlt 15 évben nagyon szisztematikusan elvágta. Az értelmiség elleni háború volt az első. Az értelmiséget kivenni abból a pozíciójából, ahol azért mindig volt nagyjából, a tudományt kivenni abból a pozíciójából, ezt tökéletesen sikerre vitték. Hadd mondjak csak egy egészen apró példát, mert ugye itt ülünk a Klubrádiónak a stúdiójában. Ez valamikor egy országos, mindenütt fogható rádió volt. Utána bezárták az M0-ásba, és utána bezárták az internetet. Most na már most, az egész világon fogható rádió vagyunk. Na most az interneten persze, nyilván a technológia az nagyon megnehezíti a diktátoroknak az uralom gyakorlását, bár ha megnézzük Kínát, mondjuk látjuk, hogy ők sem fegyvertelenek. Csak azt akarom mondani, mert ez tényleg egy nagyon érdekes példa. Ugye van egy technológia, amit úgy hívnak, hogy DAB+, a Digital Audio Broadcasting, a digitális rádiózás, amivel a magyarok döntő többsége nem találkozik. Miért nem találkozik? Mert ezt Magyarországon a hatalom megszüntette. Miért szüntette meg? Azért szüntette meg, mert ha lenne DAB rádiózás, akkor nem lenne kérdés, hogy a Klubrádiónak is jutna szabad frekvencia. Ha az ember beül az autójába, és megvan az a szerencséje, hogy egy viszonylag új autója van, és kimegy akár Ausztria, akár Szlovákia felé Magyarországról, akkor hirtelen nem 10 rádióadást fog fogni, hanem 150-et. És a Klubrádiónak is lenne egyébként frekvenciája, hogyha megakadályoztuk volna mi együtt, mint politikai közösség, hogy az Antenna Hungária a DAB frekvenciákat lekapcsolja. De igazság szerint ezért most már tudjuk, hogy az autókban benne van az online rádiózás lehetősége, tehát a technológia fogja ugrani. Csak az egyik, gondolkodtam, hogy amikor jöttem adásba, hogy mondjuk felhívjam a édesapámat, hogy ha akar, akkor meghallgathat, és azt mondtam, hogy inkább egyszerűbb lesz, hogyha utólag elmondom neki, hogy itt van a link, mint hogy megpróbáljam az élőadásba behívni, mert sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb. Nem azt mondom, hogy nincs megoldás, és nincsenek menekülő utak, csak ugye amikor hagyjuk, hogy a szabadságunkat egyik morzsáról a másikra haladva elvegye tőlünk a hatalom, és nem vonjuk ezért kérdőre, hanem egymást marcangoljuk mondjuk az ellenzéki oldalon, akkor saját magunk alatt vágjuk a fát. Nem mondanám, hogy egymást marcangoltuk, mert annak idején sorba pedagógusok, Magyar Tudományos Akadémia, Klubrádió Katár, mindenki, tehát abban a pillanatban mindig fölmerült ez, hogy akkor ez tüntetések és tiltakozások, és sorba-sorba szépen szeletenként haladt az Orbán kormány. De visszatérve, annyira térjük már vissza az Európáról, még van 8 percünk, hogy tényleg a ránkényszerítés, tehát hogy az állandó felmerülő dolog, hogy mi egy ilyen, hogy is, aki tényleg kiejtette a száján azt, hogy rosszabb volt, mint Moszkva annak idején, Brüsszel rosszabb gyakorlatilag, mint Moszkva volt, az tényleg teljesen embeteg, tehát azért az már meg olyan dolgoknak, de hogy vannak olyan dolgok és döntések, mondjuk, amire előzetesen nem adtunk felhatalmazást, vagy a csatlakozási szerződésünkben nem volt róla szó, hanem váratlanul egyszer csak hirtelen azt mondták, hogy mondjuk mindenkinek tényleg szövetnadrágba és crocs papucsba kell járnia holnaptól. Tehát, hogy ezek a ránkényszerítések, ezek létező problémák-e? Én azt mondom, hogy nem. Nem létezik ilyen. Egyrészt azért, mert Európa egy demokratikus rendszer. Ha állam lenne, akkor azt mondanám, hogy jogállam. És ugye azok a nehézségek, azok a problémák, amik az európai döntéshozatallal kapcsolatban egyébként teljesen jogosan felmerülnek, azok is arról szólnak, azért tart ilyen sokáig Európában megegyezni, mert megvárjuk azt, hogy mindenki el tudja fogadni a kompromisszumot. Ugye az a kép jutott eszembe, beszéltünk erről is még az adás előtt, hogy körülbelül Európa olyan, mint egy család, ahol az a törvény, hogy csak arról azzal foglalkozhat a család, ami tényleg mindenkit érint, egyébként mindenki csináljon, amit akar, és a közös ügyekben pedig csak úgy lehet dönteni, hogy mindenki értsen egyet. Na most próbáljunk meg valaki így gyereket nevelni például. És az európai intézményekben, az európai döntéshozatalban is az a probléma, hogy nem lehet ilyen bonyolultságú ügyeket gyorsan eldönteni úgy, hogy mindenki ragaszkodik az egyetértés jogához.
Gyakorlati példa szintén, a COVID után az amerikaiak úgy döntöttek, hogy hoznak egy, úgy hívták, hogy inflációellenes törvényt, ami a jövőorientált iparágokba befektető cégeknek brutális adókedvezményeket adtak, és hirtelen megindult a tőke arra felé. Joe Biden csinálta, megvannak a statisztikák, működik. Európának két évébe került, hogy erre bármilyen értékelhető választ adjon. Méghozzá azért, mert a tanácsban, nem a parlamentben, nem a bizottságban, hanem ott, ahol a tagállami képviselők ülnek, ott nincs átláthatóság, soha nem tudjuk, hogy melyik ország mit mondott, csak akkor, hogyha a miniszterelnöke hajlandó igazat szólni arról, amit ő a szobában bent utána csinált, és ebben a tanácsban adott esetben nagyon sokáig elhúzódhatnak a dolgok, mert még mindig túl sok helyen ott van az egyhangúság követelménye. Szóval ha ezt összeveszem, ha ezt összerakom, akkor éppenséggel azt látjuk, hogy Európa azért ilyen lassú időnként, és azért hoz néha nagyon nehezen érthető kompromisszumokat, mert nem kényszerítenek senkit semmire, hanem megpróbálják megtalálni a kompromisszumot. És ezért Európa egyébként szerethető is, mert még egyszer mondom, ez egy demokrácia. Ellentétben azzal, amit Magyarországon lassan természetesnek is veszünk, nem hogy már megszoktuk. De annyira tetszett ez nekem annak idején, hogy hát itt vannak ezek a vitatkozó pártok. Hát az SZDSZ-en még a párton belül is viták vannak. Hát nekünk ez borzaszt, de hogy úristen. De hogy zárójeles megjegyzések, ami érdekelne, hogy ebben a szellemben például a szankciókra mondhatott volna nemet Magyarország? Mondott tehát, is. Hát bocsánat, igen, pontosabban arra akarok kiukadni, hogy megint gyönyörű szépen lehet látni, hogy a Európa által meghozott szankciókban azok a dolgok, amik Magyarországnak fájtak volna, Isten igazából, mégpedig például az orosz gáznak és az olajnak az azonnali elvágása, nincsenek benne. Nem azért, mert oda ment az utcai harcos, és kiharcolta, és vétózott, hanem azért, mert ez benne van Európa DNS-ében, hogy nem szúrunk ki senkivel. Vitális nemzeti érdekeknél megvárjuk, megtaláljuk azt a megoldást, ami működhet. A probléma ott van, hogy miközben Európa összes országa az elmúlt 3-4 évben az orosz gáznak és az olajnak a mennyiségét azt levitte, van, aki nullára, hozzánk hasonló helyzetben lévő ország. Azon közben Magyarország növelte az energiaimportot Oroszországból, és bocsánat, de ezzel kiszolgáltatjuk magunkat. A szuverenitás nevében gyengítjük Európát, amelynek a részei vagyunk, és amely meg tud minket védeni, és közben kiszolgáltatjuk az országot olyan külföldi hatalmaknak, akik egyáltalán nem féltenek. Kína és Oroszország részéről nem veszélyezteti semmi a szuverenitásunkat, mert ők nem kérnek számlát. Tehát megcsinálják a vezetékeket, és nem kérik. Azt mondják, hogy jó van, csak ebbe lehet fizetni. Tehát, hogy onnan nincs veszély. Hát, az nem meg lehet kérdezni Montenegrót, hogy például hogy jártak a kínai hitelekkel. Szóval nagyon-nagyon súlyos veszélyei vannak a dolgoknak. Egyébként évente is 10 milliárd forintokban mérhető költsége van annak, hogy kuruckodunk, nem teljesítjük a jogállami elvárásokat, 30 milliárd eurónk van blokkolva Brüsszelben, és közben a nulla kamat meg az ingyen pénz helyett felveszük 6-7%-ra a kínai hiteleket. Nagyon-nagyon súlyos ára lesz ennek rövid időn belül. De csak muszáj elmondanom, igen, hát azokat a pénzeket Dobrev Klára blokkolja maga. Nem igaz. És nem is Donát Anna, és nem is a Momentum, ezt Orbán Viktor maga blokkolja. Jó, de hát ez szomlan a rendszer, ha abba hagynák a lopást. Tehát mindannyian ennyi tudjuk, ezt nem lehet megcsinálni. Donald Tusk 3 hónappal azután, hogy hatalomra került, 135 milliárd eurót vitt haza Lengyelországba. 50 ezer milliárd forintot pusztán azért, mert rendet rakott az igazságszolgáltatásban. Mert kiszolgálja a soros tervet azért. Nagyon szépen köszönöm. Hely Péter volt a vendégünk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Egyébként a DKLP küldöttségének szakpolitikai igazgatója. Tehát akkor kíváncsian várjuk a vasárnapot.